kezdőkísérlet a hagyma burokleveleiben kálciumoxalát kristályoknak a vizsgálata lesz. A hagyma az egy módosult növényi szerv, tulajdonképpen a növénynek a szára, illetve a levelei módosulnak és húsos alelevelek formájában jelennek meg, a gyökere pedig itt látható a hagymának a csúcsán. Jelen kísérlethez a hagymának a burok levelére lesz szükségünk, ebben a burok levélben raktározza el a hagyma a számára fölöslegessé vált kálcium kristályokat. Próbáljunk olyan helyet keresni a burok levelünkön, hogy viszonylag áttetsző részt kapjunk, és onnan egy csipesz segítségével szedjünk le egy darabot. A metszetkészítéshez szükségünk van egy tárgylemezre. A tárgylemez közepére egy csepp vizet teszünk. A vízcseppet pedig tetszőleges helyről egy darabka buroklevelet fogunk tenni, és a buroklevelet szépen belenyomkodjuk a vízbe, lefedjük, kissé a bonctűvel megkocogtatjuk, hogy a buborékok nagy része távozzon, és körülbelül 100-szoros nagyításnál kezdjük meg a vizsgálódásunkat. A mikrocsavarok mozgatásával behozzuk a buroklevélnek a metszeti képét a látótérbe, a mikrocsavarnak a mozgatásával pedig láthatóvá tesszük az egyes sejteket, és nagyon szépen látszanak itt a kálciumoxalát kristályok a hagyma buroklevelében. Ezekkel a hagymának már nincs szüksége, viszont a kristályok nagy része meg tudja őket védeni a különböző növényevőkkel szemben. Ha egy kicsit élesítünk, akkor azért nem láthatjuk, hogy a sötétebb színű helyeken is ott vannak ezek a kálciumoxalát kristályok. Ezek téglalap alapú kristályok, tehát nem igazán tőhelyesség válnak ki. Ezeket a kristályokat a növény a vakuólumban raktározza. Ez a növény életfolyamataitól teljesen elzárt helyet jelenti, és a számára szükségtelen anyagokat